Ebben a videóban 9 vízből származó táplálékról lesz szó, melyeket ételként, illetve étrendkiegészítőként is bevethetsz az egészségi állapot a javításához. Üdvözöllek itt Ühei Szabolcs Zoárd! Számos érv szól a vizekből, a tengerekből érkező táplálékok fogyasztása mellett. Először is a vízből származó ételekben igen alacsony az omega-6 zsírsav szintje, míg az omega-3-é magas. Ami azért lényeges, mert az omega-6 nagyobb mennyiségben gyulladásokat okoz a testünkben, míg az omega-3 a gyulladások egyik legjobb csökkentője. 10-ből 9 szárazföldi növénynek az omega-6 szintje a magasabb, míg az omega-3 jelenléte általában ritka. A következő fontos érve a vízi táplálékok mellett az a jó emészthetőség, azaz a legtöbb szárazföldi ételhez képest sokkal könnyebben tudja megemészteni őket a szervezetünk, így jobban hasznosulnak belőlük a táplálékok, illetve az emésztésük nem viszel annyi energiát a szervezetünktől, tehát könnyű ételek. Erre jó példa a halak, melyek sovány fehér húst tartalmaznak, vagy például a spirulina alga, melynek nincs sejtfal, így akár 95% is lehet a hasznosulása az emésztés során. A harmadik érv pedig, ami egyértelműen látszódik a statisztikákból, hogy azokban az országokban, ahol sok tengeri, illetve vízi ételt fogyasztanak, Japán, Szingapúr, Ausztrália, Olaszország, Izland, a legmagasabb az átlag életkor. Az első fontos tengeri étel a Hematococcus pluvialis alga, azaz a vörös alga, mely a természet első számú asztaxantin forrása, és elsősorban étrendkiegészítő formában vihető be. Az asztaxantin földünk top 3 antioxidáns vegyületeinek egyike, elsősorban azért, mert nagyon erős, de ami ennél is fontosabb, sokféle szabadgyököt tud semlegesíteni, elsősorban azért, mert egyfajta láncpontó antioxidánsként működik. A természetes asztaxantin szabadgyökbefogó képessége 6000-szer erősebb, mint a C-vitaminé, és 5-szer erősebb, mint a beta-karotiné. Fontos itt azt is megjegyezni, hogy a természetes asztaxantin, ami például a Hematococcus pluvialis algában van jelen, 5-szer erősebb, mint a mesterséges, tehát ha asztaxantint pótolsz, ne csak azt a mennyiséget nézd a készítményben, hanem azt is, hogy milyen forrásból származik a benne lévő asztaxantin. A második a kelp, melynek egyik kisebb méretű japán válfaja a kombu, amit előszeretettel használnak a japán konyhában is. A kelp egy barna tengeri moszat, és elsősorban magas bioaktív jód tartalma miatt hasznos, tehát például pajzsmirigy alulműködés esetén ez az egyik legjobb tengeri eledel, amit bevethetsz. De mivel alapvetően hazánkban ugye eleve kevés jódot viszünk be, a jódpótlás mindenkinek hasznos tud lenni. Fontos itt is tisztán látni, hogy addig, ameddig a mesterséges jódot túl lehet adagolni, addig a természetes jód túladagolására kicsi az esély, tehát a kelp vagy a kombu fogyasztása nem ugyanaz, mint a mesterséges jódtabletta szedése. Ha erősíteni akarod az immunrendszeredet, ugye a pajzsmirigy az immunrendszerünk egyik kulcs szereplője, ha jól hasznosuló jódra van szükséged, akkor ennek legjobb forrása a kelp, melyet elsősorban tabletta vagy kapszula formában tudsz bevinni. A harmadik egy mikroalga, a spirulina alga, mely valójában egy baktérium is egyben, így prebiotikumként is tud működni a szervezetünkben, tehát például probiotikumokkal együtt is érdemes szedni. A spirulina tabletta, kapszula vagy formában lehet fogyasztani a spirulinát. A spirulina alga elsősorban azért jó, mert több mint 4000 vitális anyagot tartalmaz jól hasznosuló formában. Lényegében egy biomultivitamin. A spirulina egyik fő hatóanyaga a ficocianin, ez adja a kékes színét az algának. Egy nagyon jó gyulladás csökkentő vegyület, melyet külön ki is vonnak belőle, így kaphatók olyan készítmények is, melyek csak ficocianint tartalmaznak. A negyedik a chlorella alga, az egyik legjobb klorofil forrás a természetben, emiatt a chlorella egy kiváló méregtelenítő eledel, nagyon jól ki tudja vezetni a nehézfémeket is a testünkből. A klorofil mellett jelentős a beta-karotin, a kálium, a foszfor, a biotin, a magnézium és a B-komplex tartalma is. Ha nem eszel elég zöldséget, főként zöldszínű zöldséget, ennek a hiányosságnak a megszüntetésére a chlorella alga talán a legjobb választás. Tabletta, kapszula, por formában vihetőben napi
rendszerességgel. A klorella méregtelenítő és nehézfém kivezető hatása miatt előnyös például kemoterápiás kezelések alatt a méreganyagok gyorsabb távozásának elősegítésére is. Az ötödik vízi táplálék félék a korallok, például a litotamnium moszatok, melyek a természet legjobb szerves kálcium forrásai, azaz olyan kálciumot tartalmaznak, ami az emésztésünk során igen jól tud hasznosulni. A litotamniumot, tehát a kalciumpótláshoz ajánlott szedni, fogyasztani, és elsősorban étrendkiegészítőkben található meg, de gyakran beleteszik például növényi italokba is. A szerves kalcium fontos a csontok egészségéhez, az allergiás tünetek csökkentéséhez, szabályozza az izmok összehúzódását, kulcs szerepet játszik a vér normál véralvadásában, és rengeteg enzim működésében is részt vesz. A hatodik a tengeri krill, egy apró rákféle, melyből a krillolaj készül, egy nagyon jó omega-3 forrás, mert az omega-3-at nem triglicerid kötésben tartalmazza, mint a halolajak, hanem foszfolipid kötésben. Azért tud a krillolajból jobban hasznosulni az omega-3, mert az emberi szervezetben is foszfolipid kötésben van az omega-3, tehát nem kell annyi átalakításon átmenni a bélrendszerben, a májban ahhoz, hogy az omega-3 be tudjon épülni a sejtjeinkbe. A krillolaj asztaxantint is tartalmaz, mivel a tengeri krill rákoknak az olyan magas asztaxantint tartalmú algák a legfőbb táplálékaik, mint az első pontban említett Hemataococcus pluvialis. A hetedik a zöld kagyló, a Perna canalicus, egy olyan kagylóféle, mely elsősorban Ausztrália és Új-Zéland környéki vizekben él, és tele van az ízületeink, illetve a porcaink számára kulcsfontosságú glükozaminnal. A zöld kagyló szinte egyedüli természetes forrása a glükozaminnak, pontosabban annak egy előanyagának, a glükozaminoglikánnak, mely vegyület elengedhetetlen ahhoz, hogy az ízületek, porcok újra tudjanak épülni a testünkben. A zöld kagylót és a glükozamin kapcsán az fontos tudni, hogy a mesterséges készítmények glükozamin szulfát van, és nem glükozaminoglikán, mint a zöld kagylóban. Általában a zöld kagylóban lévő glükozamin glikánból jobban tud hasznosulni a legtöbb ember szervezetében a glükozamin, mint a mesterséges készítményekből, melyek ugye glükozamin szulfátot tartalmaznak. A zöld kagyló nagyon hasznos porckopás, ízületi gyulladás és aszma esetén, illetve támogatja a hasznos bélbaktériumok szaporodását is a bélrendszerben. A nyolcadik a tintahal, vagy másik nevén a calamari, melynek olaja, tehát a tintahal olaj különlegessége, hogy négyszer több DHA található benne, mint EPA. A halolajok 95%-ában az EPA-ból van mindig több, ezért a tintahal olajat, melyet egyébként kapszula formában lehet pótolni elsősorban, az olyan problémák esetén lehet igen jól hasznosítani, ahol a DHA fontosabb, mint az EPA. Ilyenek például az autoimmun betegségek, mint a lupus, vagy az agyat érintő betegségek, ugye az agyunkban lévő omega-3 97%-a ugyancsak DHA. Tehát az olyan agyműködéssel is összefüggő problémák esetén érdemes bevetni, mint a depresszió, a koncentráció és a memóriazavar, vagy az Alzheimer-kor. A szív- és érrendszer szempontjából is a DHA-nak van erősebb vérnyomás csökkentő, illetve triglicerid csökkentő és HDL növelő hatása, és nem az EPA-nak. A 9. és egyben utolsó a csukamájolaj, melyet elsősorban D-vitamin tartalma miatt érdemes szedni. Ugye a D-vitamin nagyon ritka az ételekben, pláne nagyobb mennyiségben, igazából a D-vitamin csak a napfénnyel tudjuk érdemben pótolni, azonban a csukamájolaj egyik ki a top 3 legjobb természetes D-vitamin tartalmazó ételeknek. A legtöbb csukamájolaj készítménybe tesznek bele mesterséges D-vitamint is, de maga a csukamájolaj is tartalmaz alapból természetes D-vitamint, így a kettő együttes hatása érvényesül a fogyasztásakor. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót. Ha szeretnél hozzáfűzni még valamit ehhez a témához, ne fogd vissza magad, írd meg a hozzászólásokba, így másoknak is tudsz segíteni ezzel. Ha még nem vagy feliratkozva a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!